Összesen 7 kőrisvát és 75 darab loncot ültettek el a Kőrisfóvoda udvarában április 14-én a Kiskörösi Ültesfát Mozgalom Egyesületnek köszönhetően. A társaság ugyanis a Tesco Globál ZRT 12. alkalommal meghirdetett Önválaszt, mi segítünk programján 400 000 forintos összeget nyert el. 42 millió forint sorsát bízta a Tesco vásárlóira az áruházlánc. 173 pályázatot támogattunk. Ugye a vásárlók tudják ilyenkor mindig eldönteni a szavazataikkal, hogy kiket szeretnének a helyi városban támogatni. Ezek alapján 400, 200, illetve 100 000 forintot osztunk ki minden projekt között. Egészséges életmódra, környezetszépítésre irányuló projektek kapcsán. A Kiskörösi Ültesfát Mozgalom Egyesület közel 16 000 szavazattal végzett az első helyen. Az elnyert összegből olyan növényeket vásároltak, amik fenntartásukban nem okoznak gondot az óvodának, és amelyek bírják az egyre erősödő nyári felmelegedéseket. A Lonicéra haliánát ültöttük el, ami az illatos loncok családjába tartozik. Ez egy olyan növény, ami a loncok közül télen sem hullatja a lombját. Ez az egyfajta, ami télen is takar, egy kicsit körbeveszi az óvodát, nem lesz annyira húzatos, nem lesz annyira átlátható, nem hozza be a port, tehát egy kicsit olyan intimebb környezetet teremt a gyerekeknek itt benne az udvarba. A fákból pedig a kőréseket azért választottuk, mert aránylag nagy lombkoronát nevelnek, későn hullik a lombja, egyszerre hullik le, egyszerre elég összeszedni, nem kell naponta söprögetni nagyon sok levelet, és nagy árnyékot ad. Az ültetésben a Kőrisfóvoda Maci és Bagoly csoportos óvodásai is segítettek. Kertészkedés, a fenntarthatóság, az ökoszemlélet, az újrahasznosítás az a mindennapi életünkben, a mindennapi óvodai életünkben is jelen van. Így nyilván, hogy eszközünk a kertészkedéshez az rendelkezésre állt a gyerekeknek. Úgy gondolom, hogy nagy szaktudással és előzetes tudásukra építve valósították meg a beültetést nagyon nagy motivációval a gyerekek, és nagy örömmel még a rossz idő ellenére is. A Kőrisfóvoda parkosítása 31 dolgozót, valamint 141 kisgyermeket és hozzátartozóit érinti. A zöld növényfejlesztő programmal pedig egy újabb lépést tettek afelé, hogy még élhetőbb legyen az óvoda környezete. Korábban is segítettük az óvodát, szeretnénk lehetőségeinkhez mérten majd a későbbiekben is hasonló vagy más módon, ahogy tudjuk az óvodát segíteni. Bízom abban, hogy a gyermekek ezt a környezetet élvezni fogják, a szülők is és a pedagógusok is, hiszen a zöld növényzet azt hiszem, hogy nem csak hogy szépíti a környezetet, hanem felhívja arra is a figyelmet, hogy környezet tudatosan éljünk, vigyázzunk a környezetünkre, szépítsük azt és óvjuk. Az Önválaszt, mi segítünk program a helyi közösségek környezetének megszépítését, illetve a helyi közösségi élet előmozdítását hivatott támogatni. A program 13. fordulójára már lehet jelentkezni.